Az integrált válasz a nők és lányok elleni erőszakra Vajdaságban elnevezésű projektum második fázisának keretében, amit az Egyesült Nemzetek Szervezete közösen valósít meg a Szerb Köztársaság kormányával, a nemek közötti egyenlőségért felelős koordinációs testülettel az élen tanfolyamot tartottak Óbecsén az első helyi közösség épületében. Az edukáció témája a szakemberek fellépése a marginalizált csoportokból származó nőkkel való munka során, akik tapasztalták az erőszakot, és az erőszak bizonyos formáinak áldozatául esett nők védelme. A tevékenységeket a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és nemi egyenjogúsági titkárság támogatásával végzik. Az alapcél az intézmények bevetett bizalom helyreállítása és a multiszektorális együttműködés létrehozása. Tény az, hogy a szexuális erőszak feljelentése nagyobb, hogy a nőt valahogy meg kell szabadítani attól a gondolattól, hogy ő a felelős az erőszakért. És nem szabad neki vinnie azt a terhet, hogy ez azért történt meg, mert ő este szórakozni ment, vagy mert így vagy úgy volt felöltözve. Ez nem szabad, hogy az erőszaktevőnek igazolás legyen. Azt gondolom, hogy ebben a problémában már látható az előrehaladás. Ezt a projektumot 2016 óta valósítják meg a svéd kormány támogatásával, amelynek célja olyan társadalmi és intézményi környezet kialakítása, amely hozzájárul a nulla toleranciához és a nők elleni erőszak felszámolásához Szerbiában. A szakemberek fellépése a marginalizált csoportokból származó nőkkel való munka során, akik tapasztalták az erőszakot, számos eljárást tartalmaz, melyek közül a legfontosabb a nőkkel szembeni erőszak problémájának megértésére vonatkozó előtudás. Az első ciklusban minden intézmény képviselőivel dolgoztunk, annak érdekében, hogy a helyi szinten azok a szervezetek, akik direkt vagy indirekt foglalkoznak a nők elleni erőszakkal, megértsék, hogy a nőknek szükségük van segítségre, minden intézmény segítségére, nem csak a rendőrség, az egészségügy, a tanügy és a szociális védelmi központ segítségére, hanem azon az úton járunk, ahol igazán segíteni kell a nőknek és a lányoknak, és ha ezt nem csináljuk multiszektorális szinten, akkor elveszítjük a nőt, elveszítjük a lányt, az erőszak pedig egyre nagyobb lesz, és akkor hiába való a törvény is, amit 2017-ben hoztak meg. Ha ezt mi nem a megfelelő módon alkalmazzuk, és ha az intézmények, illetve az intézményben dolgozók egymás között nem működnek együtt. Óbecse mellett ezeket a tanfolyamokat tervezik megtartani Szabadkán, Zomborban, Bácson, Palánkán, Nagybecskereken, Pancsován, Alibunáron, Sztárapazován és Sremska Mitrovicán is. Óbecse községben a tavaszi lomtalanítási akció ma kezdődött és két héten keresztül tart, azaz április 15-éig. Ebben az időszakban a polgárok a házuk elé kivihetik az összes háztartási lomot. Abban az időben, amikor a Tiszamente Óbecse Kft. Dolgozói egyébként is elviszik a háztartási szemetet. A polgároknak két hét alatt két időpontjuk lesz arra, hogy a háztartásban felgyülemlett szükségtelen tárgyakat elkészítsék és kivigyék a ház elé. Reggel 6 órától délután 18 óráig, mint az eddigi években is elszállítjuk a különféle lomot, mint például régi ágyakat, televíziókat, fotelokat, tehát minden olyan tárgyat, ami a háztartásban feleslegessé vált. Felkérjük a lakosságot, hogy ha nagyobb mennyiségről van szó, akkor mindenképpen jelezzék telefonon, és arra is megkérünk mindenkit, hogy a nagyméretű lomot és minden feleslegessé vált tárgyat tegyék ki a házuk elé. Továbbá, hogy az építkezési törmeléket ne tegyék ki, mert azt nem visszük el. Az veszélyes hulladék. A polgárok bővebb információt a következő telefonon kaphatnak. 063 865 25 66 és 062 88 62 408-as. Ugyanezeken a telefonszámokon jelenthetik, ha nagyobb mennyiségű lomról van szó, hogy ezzel hozzájáruljanak a Tiszamente Óbecse vállalat dolgozóinak gyorsabb és hatékonyabb munkájához. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a tisztaság fenntartására hozott községi határozattal látták elő, hogy évente kétszer tartsanak háztartási lomtalanítási akciót. Az egyiket tavasszal, a másikat pedig ősszel hajtják végre. Évente körülbelül 500 tonna lom gyűlik össze.
Az Óbecsei Vodokanál közvállalat értesíti Óbecse fogyasztóit, hogy szerdán, április 3-án 5 órától 17 óráig szünetel a vízszolgáltatás Alsóvárosban és a Picoderben. A város többi részén pedig helyenként csökkenhet a víznyomás, illetve időnként szárazak maradhatnak a csapok. A vízszolgáltatás szünetelését a vízellátó hálózat karbantartásával kapcsolatos tervezett munkálatok folytatása miatt jelentették be, illetve a fővezeték saktjaiban lévő szelepek cseréje miatt. We'll be right back.